Sziasztok! Nos, ebben az évben egy új projektet kezdtem el, ami egyfajta kreatív napló vezetése, vagyis a sokak által kedvelt bullet journal. Tulajdonképpen évek óta vezetek naplókat, írok jegyzeteket, vázolok skicceket, viszont így egyben még nem próbáltam ilyet megalkotni. Úgy érzem, ennek most jött el az ideje. A másik ok, amiért elindultam ebben, az a tündérek téma. Ugyanis a legújabb könyvemen dolgozom, ami ezúttal a verses kötetek és a regény után egy mesekönyv lesz. Egy verses mese adja az alapot az illusztrációkhoz, amit még évekkel ezelőtt írtam, a rajzokat pedig szintén egy-két éves skicceltem fel hozzá, viszont a teljes kibontásukkal az idén foglalkozom. Így a téma adott lett a naplózáshoz, illetve az angol nyelv gyakorlásához is, amit szintén szeretnék újra felfejleszteni, ezért úgy döntöttem, angolul írom a feljegyzéseket. A rajzolás, írás és egyéb tevékenységeim munkáim miatt lassabban haladok a naplóval, mint gondoltam, bár szeretném ezt is egyfajta játéknak, kísérletezésnek, felfedezésnek felfogni, így végül is abszolút időben vagyok. Hiszen ez is egy remek önkifejezési forma, amibe érdemes beletenni az energiát. Szeretnék ezekből a tapasztalatokból készíteni pár videót, hogy én hogyan csinálom, mi alakul belőle, valamint ebben a formában a vlogolást is gyakorlom. Talán, ha megnézitek és kedvet kaptok hozzá, akár az idei évben is belekezdhettek még egy ilyen naplózásba. A legelső javaslatom, hogy olyan naplót válasszatok, aminek jó vastagok alapjai, mert különben a filcek átlátszanak. Én egy elég jó minőségűt választottam, de a lapok bizony vékonynak bizonyultak. Eddig ezeket az oldalakat alkottam meg, és szerintem még ők is formálódnak a továbbiakban. Rajzaimat, írásaimat Facebookos oldalaimon, Insta oldalamon, a TikTokon, valamint weboldalamon is megosztom. Ezek elérhetőségeit becsatolom a videó alatt. Köszönöm szépen, hogy velem tartottatok. További ötleteimmel hamarosan érkezem. Addig is minden jót kívánok. Sziasztok!